Ma este egy olyan színdarabot hozunk, amely 75 évvel ezelőtt kezdte el hódító útját. Nem a leggyakrabban játszott darab, és ez jellemző is az én darabválasztásaimra, mert általában olyan produkciókban, vagy olyan produkciókban hívok kollégákat, színészeket, barátaimat, amelyeket Magyarországon nem a lerágott csont kategóriába sorolnak. Ilyen a Paprikás csirke, avagy Stex és New York. Azért ügyetlenkedik annyit, mert nem a munkáját jár az esze! Hogy szerelmes tűnnek, olyan kevés az esze, hogy azt aztán igazán nem hazaphatja munkára. Csak aztán vigyázzon, hogy egészen elnevezítse a fejét, mert ezt a luxust egy úriasszony engedheti meg magának, de egy szobalány nem! Annyira magyar ez a darab, hiszen ha csak a címét mondom, hogy Paprikás csirke, ez önmagában egy unikum, egy hungarikum, hiszen minden családnak az étlapján és étrendjén biztos vagyok benne, hogy valamikor felbukkan, akár ünnepi alkalmakkor, vagy a hétköznapokon is a paprikás csirke. De amikor kimondom ezt a szót, hogy paprikás csirke, azonnal összefut a nyál a számban, mert az egyik kedvencem. És miért paprikás csirke ennek a darabnak a címe? Azért, mert egy magyar ötlet gazda tőke hiányában külföldről, Amerikából, New Yorkból vár valakit, egy családot, Mr. Kennedy-t és lányát, és tőlük a pénzt várja, Stexet. Amire a családnak minden reménye meg is van, egészen az utolsó pillanatig. Mert ahogy az lenni szokott, a legnagyobb kalamajka mindig az étkező asztalnál bontakozik ki. A paprikás csirkében akkor gyorsulnak fel az események, amikor a vacsorát lemondja a család egyetlen angolul értő barátja. Ekkor kerül a képbe Gusti, a komornyik. Köszönjük, mire vali? Maga franciául is beszél. Ha kell, akár angolul is. Angolul is, Gusztá. Na jöjjön, mutassa magát. Ez rossz álom. Ez egy picit szűk nekem, hát, fiam, nincsen magának valami rendes ünneplő ruhája? Van egy saját smoking. Most mondjátok, menjen és vegye fel! Én még a múlt században játszottam ebben a darabban Gustit, az Inast. És ez a csapat, amely aranycsapat, mondhatom így, ebben a csapatban is van egy kollégám, Pelsőci László, akit nagyon sokan szeretnek és ismernek István a királyként. Ő is játszotta már a paprikás csirkében Gustit, az Inast. Ma este itt Nagykanizsán pedig egy nagyon-nagyon tehetséges és szeretnivaló kollégám, Szabó Máté alakítja majd ezt a kettős szerepet, és a színészek borzasztóan hálásak az írónak, vagy az íróknak, ha olyan szerepet ajánlanak fel nekik, amelyben több színt tudnak bemutatni. Vagy szerepet válthatnak a színdarabon belül. És én, amikor kutakodtam és kerestem egy új darabot, akkor valahogy a kezembe került egy régi-régi forgatókönyv, amelyben játszottam, elolvastam, és akkor rájöttem, hogy Fényes Szabolcs zenéjével, Szántó Armand írásával egy ilyen produkciót, egy darabot bemutatni 75 év után, ahol Gombaszögi Ella, Kis Manyi játszottak annak idején Budapesten az Andrássy Színházban, véteklennek kihagyni. És én azt hittem, hogy az a példány, amelyben az én szerepem is meg volt írva, és a többieké is, az az eredeti. De nem így van. Gém György barátunk és segítőnk eljuttatta hozzám az eredeti szövegkönyvet, amelyben semmi átírás, semmi dalbetét, semmi nincs, csak az, amit valóban 75 évvel ezelőtt mutattak be. Én elolvastam, és akkor rájöttem, hogy tilos hozzányúlni valamihez, ami nagyszerűen megvan írva, hiszen Széchen Mihály is hozzátette a maga tehetségét a dalszövegekben. És akkor az volt a döntésem, hogyha ez akkor megélt, és az akkori helyzetek, helyzetkomikumok, anyós viccek, és mindenféle családi villongások fellelhetők az isteni melódiák között, akkor bizony az eredetihez kell csak folyamodnunk. Így is történt, nem nagyon sokat kellett hozzátennünk, és valóban a 75 évvel ezelőtti poénok ugyanúgy sülnek el, sőt, ha nem jobban, 2014-ben is. Mi van, mama, megfűrt elég? Hát, hogy úgy neki vetkőzött. Kennedy miatt vettem fel ezt a ruhát. Ja, szóval neki vetkőzött. Neki. Helyesebben
Maga miatt hozom meg ezt az áldozatot, persze maga semmit nem tud értékelni. Ez a színdarab a tévedések vígjátékára épül, helyzetkomikummal, félreértésekkel, ugye ez adja a színdarabnak a komikumát, és hát emberábrázolással, ami jelen esetben ez a csúnya szó azt jelenti, hogy ugye vannak azok úgynevezett archetípusok, ugye a kabzsi ember, a hazudós, a könnyűvérű, a kemény. Tehát tulajdonképpen ezek az alapfigurák, mint ahogy egyébként a Comédie dell'Arte-ban is meg szoktak jelenni. Itt is ugyanúgy van, csak egy kicsit magyar viszonylatban van téve, a 30-as, 40-es évek viszonylatában. Vannak olyan színész kollégák, akik megnézik a nagy elődök munkáit. Én nem tartozom közéjük, nem azért, mert nem vagyok kíváncsi, csak félek, hogy megtetszik mondjuk egy fordulat benne, egy gesztusrendszer, és akkor azt önkéntelenül is átveszem, holott ez nem az én gesztusrendszerem, csak ugye megtetszett, és nekem nem is állna olyan jól. Tehát ebbe a hibába nem akarok beleesni, úgyhogy ezért tartózkodom mindig azt, hogy megnézem a nagy elődök munkáját. Miután már lemegy a darab, akkor örömmel. Good evening, good evening. Itt a színfalak mögött mi már hallottuk a hívó szót, apad gyere, mert vár a kamera, összeszokott páros akkor Csomor Csillával, akivel ugye hosszú persze, az együttműködés. Persze, hát abszolút, a többi kollégával is, Belső Cilacival is, Békés Csabán dolgoztunk, Csonka Zsuzsival, Győrbe dolgoztunk, Robival most dolgoztam először, Gergely Robival, de mondom, Heller Tamással készülünk valami viccezős dologra. Hát hiába a színésztársadalom mindig jön, megy, össze-vissza, és akkor előbb-utóbb azért bízunk benne, hogy fogyasztható történetek kerülnek ki a kezünk alól. Mr. Kennedy, úgy Mr. Lady, Nix Schrecker a hamis, nem, Nix, aber mag Nix, mag Nix, weil, weil, gyárdirektor, gyárdirektor, abban az időben még a hölgyek, azok inkább az otthoni tevékenységekben voltak járatosak, tehát ő egy úriasszony, akik most, ugye ez a család most vendégeket vár, akiktől majd a nagy reménységet is várja, hogy ez az amerikai befektető ez majd fuzionál az ő férjével. Tehát mind simulékony, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a vendégei jól érezzék magukat, viszonylag fel tud mutatni egy nagypolgári életstílus, tehát egy olyan milliót, egy olyan enteriört, ami alkalmas a vendégek fogadására. És hát a végét nem akarom elárulni a darabnak, tehát lesz meglepetés. Milyen jó színben van, néném asszony! Very, very charming gentleman! Nem, aki megy, azt én nem vagyok egy charming gentleman, de hogy is Kennedy József vagyok én. Úgyhogy nyugodtan szólítson csak Józsi bácsinak. Maga meg mondja, hogy Józsi öcsém. Nem véletlenül Paprikás csirke, vagyis Tex és New York az alcíme ennek a darabnak. Ez egy zabálni való darab lesz, ahogy Gergely Robi kollégám is a rendezőnk fogalmazta. Úgyhogy ahol eddig megfordultunk ezzel a produkcióval, mindenütt nagyon-nagyon kedveltek minket, és nagyon szép sikereink voltak, úgyhogy bízom benne, hogy az itteni közönségnek is felejthetetlen élményt fogunk szerezni, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket. Szervusz, öreg! Szervusz, jól nézel ki? Köszönöm! Ez még az alpesi levegő hatása, hiszen tudod, tegnap jöttem haza Davosból. Á, Isten hozta nálunk, kedves barátom! Á, csókolom a kezét felénkkel. Térbújítom, hogy maga milyen szép.
És a méltóságos asszony fogadja a legmélyebb fordulatot. Jó estét. Hogy lefogyott? Szavamra olyan, mint a nácsa. Most már maradjon. Vigye ki az ütőket, fiam. Mr. Kennedy, engedje meg, hogy bemutassam a Dr. Szabó Gusztáv, how do you do? Szervusz, öcsém!